Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket Annó című multidéző műsorunkban, melyben bemutatjuk önöknek, hogy milyen események történtek városunkban annó. A Pázmányos című zenés vígjátékot a Nanel Színház 2009-ben mutatta be először. A darab a lovakkorba repíti a közönséget, harcias kisasszonyokkal, szerelmes lovagokkal, vicces jeleneteivel és könnyed dallamaival. Története egy nap alatt játszódik le. Pázmány lovag Lidi kisasszony kezét akarja megkérni lovagi módon, csak hát az élet olyan változékony. Játszik velünk, csak játszik, elünk az élet. Azt hittem, én voltam s kiderült, te voltál részem. De lehet, hogy az élet. Megváltani, és akkor is, ha előtt tenni közvetnek,
Nem elég, hogy megcsináltatja a szarkofágját. Ide is hozatja, még bele is veszi! Ne higgy a látszatoknak! Oh. A nő szelíd, angyali teremtmény, égi tünemény a mennyekből. Egyedül a telka kivét. Mit keres ebben a szarkofágban? Itt aludtam! Bátorságpróba! Engem a halál nem riaszt! A létezés végtelen! Mit írt az ember tévedései? Mi lesz a magyarral, ha a hősi nemesi lovagi hagyomány kihal? Mi lesz? Nekünk Ketti a királyunk sem lovag. Nem. Lovag a király. Akkor maga mit? Itt állunk a tömb szélén. Sok, somor, pósa oda. Mi helyzetünk a lehető sokára váromban érkezik leendő nőm és jegyesem, akit még sohasem láttam, és aki még engemet sem látott soha. Itt ma országba szóló lovagi leánykérés lesz. Lovagi leánykérés, és rögtön utána lovagi torna. Hurrá, hurrá, hurrá! Latika, menjen ki! Egy kicsit, ha nézem még. A vér nem válik vízé, az unoköcsém! Terka, a gazdaság állapota a szívet tükrözi. A gazdaság a szívet tükrözi? Ó, Istenem, lovagok! A megoldás tehát egy lovagi torna? Igen! Ha. Aztán kivel akar kiállni? A lovával? Most talán Lacikával. Hát mondjuk a harc, az nem az. Lacika, te most kivel vagy? Itt van például a Sanyis is. Sanyis? A Sanyissal, a gyerekkori ivótéporájával akarnak itt nekem országra szerint lovagi tornát rendezni? Hülyeségekre szólja a pénzt. Ráadásul a mennyasszony is szegény néhány kevén. Egy nőnek látnia kell, milyen a szent tűzű férfi erő. Mert az olyan felemelő. Hát én ebben tényleg benne szóltam. Lacika! Lacika, gyere már egy kicsit segít. Lacika! Úgy onnan nézek, hogy áll itt. Jól látom. Gyere, gyere. Megy a szín is itt. Jó van? Na segíts kimászni. Na nincs, várjál. Jó? Várjál. Jó? Jó, de most menjék ki, már lábnám, idákint vagyok. Jó van. Jó van. Hát akkor egy csalom, várjál mindenki, jó? Jó van? Nem. A szerelem lovagot csinál a férfi emberből. Szerelmes lovagot! Vagy hülyét! Milyen ugyanaz? Vagy fennék! Lacika, ez nem gyereknek való! Menjék, Lacika! Mi van magával? 30 évig egyszer sem jutott eszébe, hogy lovag. Szégyellem is! Ehhez én jutott idáig a magyar erkölcs! Most meg ránézett egy lány bacsmagolt képére, a Sanyis leányának a bacsmagolt képére, és rögtön eszébe jutott a vaspáncélja. Más kedvesemre, nem találtak estét. Na, meg jó, hogy nincs benne a gyerek, a Lacika! Verseket küldözget Igrittel a Lidinek, minek fizeti azt a pengetőst is. Jó, oda kell menni az imádokhoz is. Elég honka! Segíts! Tudja is maga, mi kell egy nőnek! Hogy ne tudnám! Keresztény lovagi erkölcs! Hülye! Hülye! De előre lépett a keresztény erkölcs fő védelmezőjéné! Európa a szent erények nélkül csak elkorcsosul elvész! A szerelem lovagi erények nélkül csak állati babzár! De szépen mondta! Jaj, de szépen mondta!
majd mondja ezt el a lovagi lánykérésem is. Óriási sikere lesz vele. Gondolod? Biztos vagyok benne. Bennem a korkiát! Ó, nem a korkiát a maga fejében, hanem a korság. Hát magát, a fején összagolták lovagát. Anyagi helyzetünk a lehető legrosszabb. Somsom, hogy fósa oda, és mit mond maga erre? A páncélom. Hogy ez a megoldás nem jutott eszembe? A páncélom. A páncéla is szűk. Nem utoljára akkor volt magán. Amikor a szép apját ilyen vijette kölyökként. Aztán az öreg napságot. Olyan vértorulást kapott, hogy két hétig kellett borogatni a fejét. Akkor hagyd már borogatással. Ő beszélte te. Arról a dicsőséges bevonulásról. Akkor amikor megkapta a lovasságot, a dűn, hogy jár? Na arról. Aztán meg a napot. Akkor a csörömpöléssel esett át. Az öreg nagyságos ilyetével leesett a székről. Na arról. Az meg már régen volt te. Régen volt. Erről beszélek én is. Régen volt. Hát nézd már a hasára. Rossz páncélt hoztál be, a másik kell. Milyen másik? Ez az egy páncél, van már 30 éve. Hasamra? Milyen hasamra? Hasára. Na az én lovagi kocka hasamat csak nem ért a szára. Kocka? Kocka! Majd én megmutatom, hogy milyen egy igazi lova. Erkölcsi alapok nélkül nem jutunk sehová! Nincs meg dicsőség! A hambas és üde fiatalság dicsősége nevelés a cél! Hambas és üde fiatalság? Miről beszél maga? Hol van itt hambas és üde fiatalság? Hogy hol van? Hát ott van a... Ott van a... Az a fiatalak, az a... Akkor ott tudok lenni végig a már. Már ketten akkor ott menne. Igen, tehát ideig még. Neki. Igen. Alibi. Ott van Alibi. Na és a Lacika. Itt vagyok, Pázmány Lova. Lacika, hagyjál már így végig meg. Menjél már a dolgozra. Most ez a vastolja, Lacika. Menjél, majd szólunk tényleg. És a Lacika. Alibi és a Lacika. Értem, ez a korkiát. Nem hallod, szinte hallom a nekünk. Somsomogy és Pósa örökös urának a nevét, a nagy nána monostor védelmező lovagjának a nevét. Pázmány! 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 Valami baj van, Pázmány Lova! Lacika, ott azt kiabáltam, Lacika? Nem azt kiabáltam, hogy Lacika, azt kiabáltam, Pázmány! Pázmány! Hát nem értem? A leendő nővel és jegyesemmel akarok találkozni, a országra szorom! Menjél azon, hogy mondjál most! Az én harmatos virágszálamban, leendő tubicámban, égi tüneményemmel, remegő virágszálamban. Elég jó! Az én égi tüneményemmel! Égi tünemény, harmatos virágszál? No hát én még ilyen harcias nő szemét életemben nem láttam. Amikor átkísértem a halagunciást, hogy dajjon neki a szerelemről, a konyha népét kergette az udvarok, és nem a szerelem tüzelte, hanem a hasa. Kiről beszélte, Terka? Az én harmatos virágszálamról, az én remegő égi tüneményemről, arról? Becsapott az égi tüneménynek köve. Jön a Lidi. Itt a Lidi! Nem szabad, hogy találkozzunk, meneküljünk el! Na jó, jön csak! Most megtudhatja, hogy milyen vagyunk. Beküljön bele ebbe a szarkozni. Miről beszéltek? Beküljön bele, majd most megtudja! Hallgassam ki a beszélgetésedet! Na ne! Mit mond erről a lovagi kódex? Ajánlja! Tényleg, benne most? Benne van a lovagi kódex. Na, majd most megtudja. Na! Majd ennyi gondolom van benne. Egy! Ejjj, hogy te most mekkorát fogod csalódni? Virágszálam. Segítség, segítség! Miért nem akarsz szállodni?
Csoda, hogy csak a férfiakban bízom. Micsoda, egy perszóna. Megmondom magát Pázmánynak, és itt az udvarban fogják megégetni. Szeretném, ugye? De ne legyen olyan tesszük! Lidi kisasszony, mi a lakosztálya az emeletem van? Üdvözletem. Megérkeztem. Készen. Mi a lakosztályomat illeti? Majd esetleg oda bekötöm a lovamat. De tájékoztatásul közlöm, hogy amit Pázmánynak szabad, az nekem is. Ha ő lovag akar lenni, akkor én. Ha ő akar húzni, akkor én. Világos, hogy nem kérdezik. Nekem teljesen, bár sose jött volna ide. Világos, remélem mindenkinek. Egyébként tudja, hogy a leendő vőlegényének anyagi gondjai vannak? Anyagi gondjai? Uh-huh. Nálam csak több pénze lehet. Egyébként ki érdekel engem a házasság érdekel? A társadalmi előmenetelemhez szükségem van egy lovag férre, és két. Hát még szerencsége ennek a pánnak, hogy még az őskorban, annó valamikor megkapta a lovagság címét. Aha! Mikor is volt az őskor? Hát ez jó kérdés. Régen volt, régen. Aha! Nagyon régen! Egyébként... Nem értem, hogy Pázmány miért magát választotta. Igaz, hogy csak a képét látom? Pázmánynak remek az ízlése, anyukám! Ó, anyuk eszembe van! Hol marad az a trubadú csillag, akit rám szabadít? Elnök! Ajtsesek! Elég! A kismadárka, aki a... A kismadárka, kismadárka, aki az... A kismadárka, aki az ágat, vagy az ágat a kis... Figyelj már, aranyom! Mi van azzal a gajjal meg a beréknek? Hát én ezt így nem tudom. Legalább a kardot tegyem a vállam is, ezt mondom. Ez? Jól van. Győztél? Zegyed? Maga énekelt nekem tegnap este, nem? Igen, engem méltóztatott nyakon önteni a kisasszonynak. Késő volt már. Késő. Pedig valami szerelmes dolg, nem? Valami. Igazi gyöngyszem, saját szerzemény. Hallottam, amikor mondtam, amit Pázmány, ezt én is azt hiszem.
ami pázmány akar, én is azt akarom. Aj, mi ez, ha nem szerelem? De hát csak házasságot akar. Hát ez a legtöbb, amit egy nő akarhat. Hát mit akarna már? Leöntötte a barakonciást. Remélem nem törőközött meg azok az fickó. Bárcsak engem öntött volna, öntsírja. Péter! Jó, hogy mondod? Hívnom kell lovagi fegyverhordozóba. Péter! 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 Hát, már innen szépen, mindjárt. Jó vagy, bátor lovag, boszkin! Péter! Hozd lovagságon kellékeit! Ha, Péter, hozd a nagyságos úr lovagságának a kellékeit! Fizettál a fokhagymás borogatást! Péter! Az igaz öröm apával! Nem kell fokhagymás borogatást! Péter! Péter! Egyelőre az én fegyverhordozom! Péter! De én adok neked vacsorát. Hát, én nekem erre úgy annyira nincsen idő. Péter! Ha én most itt téged keresztül szólok. Akkor már úgy annyira nem kell vacsora. Rendben van, Péter. Ezzel a nagyságos úr fegyverhordozója. Védel a nőket, a gyengéket, az igazságot, a hűséget. Mit hagytam ki? Péter! Péter! Ezen túl te fogod hordozni Somogy és Fósa örökös urának, a nágy Nánamozdó rédelmező lovagjának. A kardját és a dárdáját. Örülsz neki, Péter, mi? Péter, hozz egy hivatomot! Péter, nem kell libacom. A dárdám kell, mert a leendő mennyasszonyommal akarok találkozni. A leendő mennyasszonya odáig lesz a dárdájától. Ne hallgass a terkát! Vissza kell nemesednünk a régi lovagi nagyságot. Ez az igazi férfi feladat. Jöhetnek a suhancok itt. Egy nőnek látnia kell, milyen egy igazi férfi elő, és egy igazi lovaghoz csak egy igazi nő illik. Mi lesz velünk, hogyha a hősi nemesi lovagi hagyomány ki van? Gondolj vele, Péter, mi lesz velünk? Miért? Mi lesz? Na mi lesz? Mi lesz velem? Ó, mi lesz? Ó, mi lesz? Ó, magam! Ó, magam, Jézus, a házmányjal kihal! Rablásnak át a kiszak, nem alagy híjű, hát menj lovon. Gyengelőnket írni meg, testüket, lelküket teljesen. A szentségek magasban kitartja akkor, ha ráhagyatik a nemes lovakon. Ki leszel, hogy leszel, vagy a? A lovani Jézus a hátmánynak ki van. Még. Nyugodj maga, milyen sokat énekelnek magad előbb. A
Az a dal. Hú, tényleg nekem itt a legjobb. Mind a 127 strófát. Na hát ez az egyetlen művem még, ez az egyetlen művem. Na de az megvan írva az örökké valóságnak, mert megírtam. Hát, milyen bájos, amikor így nevet. Hát egy dúgó vadgalam, nem babolj vadgalam. Maga zseni. Kétségtelen. Megérzem, hogy a kisvadárt az elveti az állatból a Bolyai bátyisasszony, hogy párnájára nem volt. Lényegtelen az elvét. A Bolyai bátyisasszony. Az. Akinek még annyi véges így, hogy tudjon, jól lakjon be! Jól lakjon. Nézd magad! Ezek a rajongók! Teljesen kiszámíthatatlan. Bolyai vár, és azt magához képest csak maga másfél fel, több! Hatalamban! Rózsaszálon! Milyen eredetiek ezek a hasonlatok. A rózsa, meg a vadgala. Múzsám a maga szépsége. Üstökös! Hogy? Ja. Virágszálam! Meg a sztárom! Egyébként a dalomnak melyik része nyerte leginkább a tessését? A dalomnak. Őszintén. Az előző. Az a... Amelyet kizárólag nekem rögtön tudtam előtt. Wow! És melyiket rögtön öztem kizárólag magának? Csak nem azt akarja mondani, hogy nem tudja. Nem mondtam semmit. Nem mondtam. Tudom. Na, kismadárka zergeti az ágat, ettől a gajnak olyan az a része, át... gyenge tárgó! Az legyen csak a bolyai bátyisasszonyé rapsasa! Gyenge! Tárgó van! A kismadárka zergeti az ágat, ettől a gajnak olyan furcsán állok, az magának gyenge tárgó van! A magyar költészet legfinomabb, legérzelmesebb, legszellemibb, legszerelmi, legmeghalósabb, szabályosan hullatagú állomása! Magának gyenge, meg tárgó van! Hát igen. Értem már, hogy miért hasonlítják a női észt a liba tudományához. Liba! Liba! Én, liba! Én! Te, maga! Ön, Most kihúztál a gyufát, de még mennyire, hogy kihúztál? Hagyj! Mennyivel élsz?
értékesebben is eltölthettem volna a szabadit. Azonnal miért? Mert nagyon erőbb van belőle, ne szaladják! Stop! Megírhattam volna a 128. Igen? Azonnal! Gyere, gyere, mi a szemed elé? Az ágat zergeti, azt tudná csak elszokogni mondani, milyen mélységből szeretlek én. A pincel is mélyen, de én még mélyebben, legalább a tengez alatti rétegben. Ó, napon tudnan imádlak én. Az érzésem egy borzalom vulkán is nem tud lőni. Katikán, Marikán, tessék ezt gyorsan megtanulni. Pince is mélyen, de én még mélyebben, legalább a tengez alatti rétegben. Ó, napon tudnan imádlak én. A lovag először is marconán néz.
Ne vigyorog, marcon állj! Marcon, a lovag függőleges testhelyzetétől merőlegesen 30 cm-rel eltávolodva tartjuk a dárdát, a föld viszontos alapjának reciprok értékének visszajárulunk a fokat. 30 fokos szögben megközelítjük. Na már, a dárda csúcsát ráhelyezzük az ellenség alsó széle közepére. Ért, elég érted? Aztán a lovak előre fut, mert az ellenséggel előharcol legyen. Aztán előfutja elő, és az ellenség! Humor az ellenség. Péter, egy nyavajás ellenséget nem tudták keríteni? Megmondtam neked, legalább egy ellenség szükségeltetik a meghősüléshez. Hősülhetne a falat is. Nem hősül. Hősül, Péter! 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 Hát, Péter! És a királyért! A hazájért! Az Istenért! Az Istenért, hogy nézel? Adjon meg a sapkát! Sokat kell még neked tanulni, Péter. Segítség! Én tanulatlan akarok maradni! Te kisütű vagy, Péter! Gyere, még egyszer átveszünk az egészet! Milyen konyhára? Itt közelebb az udvar. Senki nem teres! Nem is lesz.
Micsoda szégyen, én vagyok az oka. Most vettem tétól. Hogyan tegyem jóvá? Micsoda csapás. Kislányom boldogsága forog kockán, én meg mindenki összeverek. Egészen így ártatlan valamból. Megvan, magamat ölöm meg, kilépek az ablakon. Persze, viszem el. Most akkor lépjek ki. Jön a király! Az ablak? Nem! A király ugye nem vele fogja. Magát elkerült. Meg kell gyógyítani. Megjuglik a királynak vagy a kíséretének. Mindenki. Ráadásul Bázmány is a kardjába dől. Lefejezés előtt vagy után? Sadi! Gyere! Én magát elkerültem. Nagyon jön. Meglássam. Így. Jó? Magát a bílák kizárták a lovagi tornáról. Nemes Pázmányom úr? Ó, hova? Kolléga, ne tegye ezt vele. Esküdjön, hogy nem adott uzsora kamatra pénzt. Rászorulóknak. Hát keresztény dolog ez. Egyébként tudom. Segítséget adni a bajban van. Még hogy uzsorát annak, akinek egyébként sincs. Kell vegyem a kevés kéjét is. Inkább adó. De még mennyi. Mennyi kellene? Esküdjön! Amikor csak akarja. Amire csak akarja. A lelki ismertem, lovakként páncélban kelljen élet és üldözzön, ha hazudok. Ámen. Jó.
Egy biztos! Az uzsorás az egy rablófajta. A következő századokban teljesen ki fog pusztulni. Az erkölcsi élet, az erkölcsi nihil tisza virág életű. Azt mondják, a pénzét nem becsületes úton kereste. Jókor voltam jó helyen. Az még csak nem bűn. Én csak a lakomát szeretnék itt lenni. Nem harcolhatok a lovagi tornáhát. Nem harcolhatok. Elkezdjen már sírni, egy férfi. Jó van már. Jó van én is. Nyitkoltál neked is. Hát én csak. Jó van már. Na, Sárkány!
Hát ez igaz, méltán kell. Ha mivel?
Minden esetre a királyé nagyon meg fog lenni elégedve az ön művészetével. Itt lesz ugye a zenés lány kérése, de hol van? Nem sokára érted. Zenés lesz a lány kérés! Hát mi legyen én? Katasztrófa, ez katasztrófa. Hát mi baj van a zenés lány kérése? Összegezve? Összegezve. A Lidi! A kisasszony, a Lidi kisasszony. A Lidi? A Lidi. Hát én nem értem. Na fél a Lidi. Jó. Egy gyenge Lili, jaj! Lili, de olyan jó húra van! Ne lenne olyan amazonnal vére, hogy áll a figyelébe? Legalább a páncélommal lehetne egy páncélom! Páncélom? Ugyan már? Páncélocska? Ah! Mennyecske! Egy igazi lovak szóval itt csak egy igazi lovak tolmácsolhatja, vagy saját maga. Hál' Istennek, ne legyen zenés a lánykérés. Hát én nem értem, mi baj van ezen a zenés lánykéréssel. Hát csak gondoljon már bele. Szökőkúszöke, virágcsokor, trubar úr költő, az élet egy gyönyörű álombarát. Rózsában nem lehet. Rózsában, hogy gondolod? Hát úgy, hogy mondjuk a házban tesszalak, hogy igen, fogja magát, és akkor így oda megy. Igen, és akkor oda megyek, és akkor mondjuk így megállok. Jó, és akkor mondjuk beszél velék, hogy... Maga látom. Hogy van? Kiütései van. Jó, látom. Nem beteg? Nem. Egészséges. Maga nem lázas. Nem betegen, egészségesen. Azt meri nekem mondani, hogy én csak úgy menjek oda, hogy beszéljek vele. Mondjam meg neki, hogy szeretem. Jó. Jó, hogy nem azt mondja, mennek oda, azt mondjam neki. Járjunk egy. Nagyon jó. Vagy mennek oda, azt mondjam neki, hogy költözzünk össze. Ura, ez az. Vagy mennek oda, azt mondjam neki, hogy ne töltsünk el egy gyönyörű éjszakát. Hallatán, leendőnőm és jegyesem, aki még engem sohasem látott, és még én sem láttam soha. Én igen láttam. Bizonyára a párnájára hanyatlanak. Hát igen, meg is hallottam, sluszpász előtt a szélek. Húsz kárdó karabonciák! Mit is tartunk? Harcolj, de bőrágalmazó! Inkább énekel! Kismadárka, aki az ágat zelgeti? Ja, azt tudnál csak... Két falu lakosságát tettem tökre. Soha, soha kínja, az én vállalimat nyomja. Igen. Tényleges? Fél magadhoz voltál! Fél magadhoz! Hát ez vagy mi lehet? Elégette a művészetet. Ott találkozott a Lidivel. Miért ne legyek tisztességem? Ez a korunk nagy kérdése. Nál énekeltek! Igen! De meghallhatta? Olyan két perfüle volt neki, nem? Jó! Hello! How are you? Megy a munka! Good! Okay! Köszönj vele, Viktor! Mágusnak? Jó! Ah, this picture! Yeah! Grandfather! Grandfather, yeah. Grandfather is strong. Strong. Good. And the grandmother is... Oh no, it's brutal. The grandmother. Yeah, no. Oh, grandmother. Physical, I have a chair. Mondjuk
az öreg mindig külföldre vágyott. Mondjuk nagyanyámat nem akarta magával vinni sem. A munka nem esély, fiú! The work! The work! Oké! Good man! Szeretem az egyet az emberek! Hogy kommunikálni? Ugye? Ez se érte mindenki. Na, ide figyelj! Vala most azt akarja nekem mondani, hogy ez a uzsorás, ez katarzis alatt van! Hogy így lőttem? Jöjjön velem, barátok! Jöjjön velem! Ó, nem félek, csak na. De a kis madárka. Hát az a kedvence! Az a neház a vercek közöken adtak! Nagyon szeretem mindent! Hogy is kedvedik? Kis madárka! Kis madárka! Yeah.
Látom? Ez a helyén. A tudománynak is megvannak a maga határai, korlátai ilyen. Vigyázzon, nem lehet tudni. Itt nem? Hogyan ébred fel? Egyszer rá, egyszer se rá. Na, imádkozzon. Hát az sose áll. Csak Isten megállja. Nem küldjél az utamba legalább egy harcképes lovagot! Thank you.
halljanak, aki szórakozik velem. Itt valaki volt. Már megint szórakozik velem valaki. Ha valakit most meglátok páncélban, hát annak vége lesz. Ez képes is leszünk. Páncélt kellett szereznem nekem, a trubadúr költőnek páncélt. Jól áll rajta. Jaj Istenem, őrültek közé terültem, komolyan mondom. Az a baj egyesekkel a világon, hogy nagy hatással akarnak lenni a nőkre is, jaj Istenem. Mit akar az a nő is tőlem? Nem bírom annyi feléneket. Ha valaki komolyan veszi őket, akkor bejük a mennyiségét. Nagyon rokkannak ezen az ember, jaj Istenem. Nőt ne lássak, jaj Istenem, nőt egyse. Férfi... Na, férfi lehet. Férfi. Egy ikötett férfi. Nagyon helyes. Üdvözletem, uram! Páncélosko! Páncélosko! Mi? Mi? Én most jöttem az udvarból. Én meg a falvédőről. Tényleg? Talán nem is én. Mi? He? Jól érzi magát? Hallja be, hogy maga horkolt az előtt. Én horkoltam. Na most mégis az udvarról jött, ugye? Igen, ott. Ott énekeltem. Énekeltem. Az udvaron énekel. Ja. Ide meg horkolt. Az előbb meg üldözött, ja. Ide varázsolta magát egy másik alakban, ugye? Jó. Igen, 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 igen! Alakot váltunk, váltogatunk, váltogatunk, egyik van alakból be a másikból ki, ugye? Mégis a régi szabadította rám. Kérem! Mondd meg a Lidinek, hogy a múzsák jönnek, a múzsák mennek, de a művészet, a lélek él. Mi bújt az a zsákból? Van a lélek, a lelkiismeret él, ugye? Egyértelmű. Na, akkor én most megöllek lelkiismeretet most. Milyen valósulat? Véget van lelkiismeret? Beasztalnod, kis kísérlek, kurgalj meg! Mi egymás? A lélek mi éltet, a lélek az élet. Az Isten szava
ez legfő batyai akaratom. Végrendelkeztem. Hogy én a Lili? A magas művészetemben? Egy karkolgatók? Kifülálltok! Egyet különben szétszeplek! Megegyeztünk, hát ilyen mozománnyal, hogy szétszed! Folynak az előkészületek, csak nem tudom, hova ez a pékel, biztosan megszökött. Mi van ez a nemeti valami? Ezeket a lovagokat úgy látszik, kikészítette a lovagi torna. És ráadásul, hogy horkolnak. Ahogy látom, az uzsorás is megpróbál felnőni a feladatot. Ez így helyes! Szegényké! Szegényké, minden esetre itt nem maradhatnak, úgyhogy kapd a hátadra őket, hadd szóssz itt. Bázmány! Na most mihez kezdjek? Férfiak a lábam előtt! Na, garabonciás, könnyebb esetnek tűnik. Na, gyere picnyem! Barulj a vállamra! Picnyem! Barulj a vállamra! A Lili kis asszony! Véged van, kisfiam, itt a box! Semmi! Serengem van belőle! Mi segítsen! Gyere! Különben kettő lesz abból, amiből mostanában. Jusson! Itt nem vagyja! Átadom! Ti most átoltok, vagy pedig így? Dehogy is, csak nem szabadulhatom tőle! Micsoda! Nevek nekem! Pedig magát szereti! Hú, ez igaz? Persze! Garamanciás, tényleg izgalmas vagyok, és érdekesen úgy voltam. A becsületes nevem László, magának László úr! Egyébként meg a földön való betrengéséből szedtem fel a maga trubikáját. Na fogja vagy, csak fogjál! Kell a fené! Lili! Lili! Na, karabonciás, dobott a kis tukát most. Na fád, rám hagyok! Lili! Jaj, ez szerelmi vallomás? Nem. Jaj, veszékelék! Jaj! Na jaj, ezt most már törődik, de talán karabok! Jaj! Na ne! Vesem! Többet egy férfival se hagylak együtt, trubikát! Erre én teszek, kis csillag! Teszek én róla! Nem hagylak egy férfival se! Mert csak hogy túl nehéz a sorsom! Ez az én bűnöm! Aj, nagy kis fogással helyre jövök. Kis utánka. Hogyha? Karabonciás, mit szórakozik itt? Menjek gyakorolni.
vagyok amatőr. Édesem is. Jaj, ezt így sokan mint az orvos tudomány. Jó, van. No, lássam. Magok, veszes fiát! Yeah.
hamarod egyszerre. Szakasztok! Bacsika csokor! Kis madárka, aki az ágat elketi? Hopp, hely, hopp, hely! Hopp, hely, hopp, hely! Hopp, hely, hopp, hely! Hopp, hely, hopp, hely! Jó, de művészetről azt hiszem, ennyi elég. Mindenem, te drága égi lény! Mindenem, te drága ég... Mindenem, te drága égi lény. Köszönöd a földnek, mert a talpad alá süllyed. Áldassék a levegő, mert érintheti tested meleg belső rejtelmes világ. Boldog az anyag, mely átölelhet vépe, melegítve hozzá tartozni vélve. Minden miattad szép ezen a rövid világi létben. Minden, ami jó bennem, utánad gyújtózik, hogy téged elérjen. Hát ki vagyok én, hogy látni véltelek? Ki vagyok én, hogy szeretlek és szerethettelek? Milyen kegy az, hogy gondoltál rám néha? Rejtelmes csodás az ég, mely bennünket összeköt, legyen álom. Micsoda ajándék, hogy a közeledben állok, elhal a szó is, csak létezni vágyom. A csokrot, Lacika! Nem? Most van az a... Jaj, most jön! Jó! Yeah.
Egy kicsit azért még sorsulít a képre. Én ettől függetlenül bosszút állok. Úgy döntöttem. Bosszút én? Bosszút, halt igények itt! Megszentségtelenítettétek! Elárult az én szentem! Hiába legyezem, nem ébred fel! Bosszút fogok állni! Grazie. Hans, 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 Hans
Oké. Arrivederci, arrivederci! Tudjuk egyáltalán ajánlva most, akkor mi van? Király, megbocsánat. Somogy Pósa mától fogva ismét házvány. Házvány, elveszitek? Királyom szava szent. A garabonciás pedig Lidi. Micsoda? Hát a királyok is tévedhetnek néha, nem? Az uzsorást nem szabad majd a kolostorból kijönni. És a király üzenét. Drága véreim, az élet szent, tehát legyetek igazak. Legyetek igazak egymáshoz és magatokhoz. Az ezüst kupák a lábhoz tartoznak, ez megfelelődik. Minden legyen igazi minden, és szent, mint én. Sírnunk kell ezen a bölcsesség. Ennyi fért mai Multidéző műsorunkba. Új összeállítással jövő csütörtökön jelentkezünk. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!